Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Üdvözlöm a kedves nézőket, és mint ígértem, egy tüntetésen, egy olyan tüntetésen, ahol emlékezni és emlékeztetni kell, minden politikai párt képviselője, illetve minden rendes ember megjelenik, és ime egy a tömegből. Üdvözlöm, elnök úr, mi járatban itt? Minden évben igyekszem eljönni és emlékezni és emlékeztetni Magyarországot, magunkat, hogy emberi élet a legértékesebb a Földön. Ha nem az ember köré szervezzük a világot, hanem rossz izmusok, rossz ideológiák köré, akkor az mindig tragédiába torkollik. Soha többet nem lehet olyan, mint ami a 20. században volt. Van egy politikai kérdésem, lehet, hogy nem fogja szeretni, de egy politikusnak az a feladat, hogy ne szeresse a kérdéseket. Ugye meg fogja szavazni azt a katonai küldöttséget, ami az iszlám állam kell, hogy harcoljon. A nemzetközi terrorizmus ellen elkötelezett a Magyar Szocialista Párt. A kérdés csak az, hogy a kormány szándéka, vagy pedig a nemzetközi közösség szándéka, hogy részt vegyünk egy olyan feladatban, amelyben már közel egy éve szerepet vállalunk. Hiszen tudni kell, Magyarország tavaly ősze óta az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezésére csatlakozott ahhoz a 62 országhoz, amely az iszlám állam elleni nemzetközi összefogásban és küzdelemben szerepet vállal. A kérdés tehát nem az, hogy csatlakozunk-e, hanem a kérdése az, hogy Magyarország a legalkalmasabb egységeivel, vagy pedig technikai eszközeivel vesz részt az iszlám állam elleni küzdelemben. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó tüntetést! Nagyon szépen köszönöm.